Hét éve minden hónap első hétfőjén tartják találkozójukat az irodalmi önképzőkör tagjai a Városi Művelődési Központ könyvtárában. A baráti kör életében különleges volt az új esztendő első összejövetele, hiszen vezetőjük Esbenke Éva új könyvével ismerkedhettek meg. Ez itt nagyon furcsa helyzet, hogy magamról beszéljek itt a tulajdonképpen a barátaimnak, hiszen itt úgy jövünk mi össze havonta, mindig olyan kérdésekről beszélgetünk, amelyek mindnyájunkat érdekelnek. Egy kicsit úgy irányítgatom, én vezetgetem, vagy elővezetek valamit, aztán akkor mindenkinek van róla mondani valója. 20 év írásaiból válogatott új könyvében Serdült Benke Éva. Az Elindultam Szép Hazámban című kötet az alkotó második könyve. Az első Palányi Menyhért munkásságát mutatta be. A szerző már egy újabb kiadvány előkészítésén dolgozik, amelyben kevésbé ismert történelmi eseményeket mutat be kutatásai alapján az olvasóknak kissé más megközelítésben. Engem az erdélyi történelem foglalkoztat, az erdélyi múlt, az én szűke pátriám a Székelyföld, az is beletartozik ebbe. Tehát én továbbra is szeretnék ilyennel foglalkozni, és ez a téma érdekel engem. Az egyetemes magyarság. Az Elindultam Szép Hazámba című könyv a Hiador sorozat legújabb tagjaként a Pákolic István Városi Könyvtár gondozásában jelent meg. A kötet a határon túli területekre kalauzolja el az olvasót. A szerző néhány évvel ezelőtt középiskolai csoportot, éppen ezt az önképzőkatal, most beszélünk erről a könyvről, vagy pedig a református gyülekezet elvitte, elvezette többek között Kassára, Szüldemeterre és más történelmi, illetve művelés történelmi jelentőségű határon túli helyekre. Többen ezt tuti könyvnek olvassák, például Széles Klára, paksi születési irodalomtörténész is. Ebben van is valami, hiszen ha valaki mondjuk egy tanár a kezébe veszi, aki a határon túli területekre vinni el az osztályát, az nagyon nagy segítséget kaphat ebből a könyvből. De én művelődés történet eszének, lírai úti jegyzeteknek is gondolom ezeket az írásokat. Hamarosan egy újabb, immár a 10. Hiador kiadványt vehetik kezükbe az olvasók. Marosi Tibor József, a megyei levéltár munkatársának Ellenforradalom Pakson és Tolnán 1919-ben című könyvét. A kötet bemutatóját január 16-án tartják a Pákolic István Városi Könyvtárban.